A kiváló zongoristával, Gárdonyi Lászlóval beszélgetek, ugye te Bostonban élsz, a Berklee School of Music nagyon híres zeneiskolának, jazziskolának vagy a professzora. Hány éve is? Én úgy tudom, hogy most már több évtizede tanítasz ott. Most már 33 éve tanítok ott. Ez a 33. évem, igen. Ugye hát erről tudni kell az iskoláról, hogy innen világsztárok kerültek ki nagyon sok. Például Joe Zawinul is járt oda, csak hogy most egy közép-európai nevet említsek. Igen. Te hogyan kerültél ebbe az iskolába tanárnak? Hát én eredetileg idejöttem 83-ban azzal a gondolattal, hogy megpróbálok felvételizni itt, és kapni egy teljes ösztöndíjat. Azt mindannyian, aki abban az időben élt Magyarországon, tudja, hogy akkor bizony nem volt arra senkinek pénze, hogy egy amerikai iskolába tanuljon, legalábbis nem egy egyszerű zenésznek, mint én. Hát ez most se és, könnyű egyébként hozzá. Hát most se könnyű, tudom, ez soha nem lesz könnyű, meg közben meg a tandíj megy fölfele. Szóval ide jöttem, és felvételiztem, és nagyon tetszett a játékom is, meg ezeket voltak vizsgák zeneelméletből, meg mindenből, amit úgy le tudtam tenni, hogy gyakorlatilag egy negyedik szemeszter szintre tudtak fölvenni. És ennek örömére adtak nekem egy teljes ösztöndíjat, amit természetesen megkértem, mert másképp nem tudtam volna maradni. És abban benne volt a dormitóriumi ellátás, meg minden, és először egy évre adták, és amikor látták, hogy hogy mennek a dolgok zeneileg, meg tanulmányilag, akkor mondták, hogy még egy évet hozzáadnak, hogyha az alatt befejezem. Tehát így két év alatt befejeztem a Berklee-t, mint egy diák. És akkor volt körülbelül egy ilyen két éves periód, amikor elkezdtem játszani mindenfele, kapcsolatokat teremtettem, az John Abercrombie-val játszottam, a Miroslav Vitus-ral játszottam, és csináltam egy felvételt is a Miroslav Vitus-sal, amiből lett egy lemezajánlat az Antilles lemeztársaságtól, ami annak idején a Warner Brothers-nak az egyik lemeztársaság, tehát a Warner Brothers volt a disztribútorja ennek a lemeztársaságnak. Szóval ez elég komoly dolog volt, mindenhol eljutott a zene. Úgyhogy megint besétáltam a Berklee-re, akkor is mondtam, hogy szeretnék itt tanítani, és mutattam a lemez ajánlatot, meg a rezümét a különböző koncertekkel, amiket adtam ezekkel a híres zenészekkel. És akkor gyakorlatilag két fordulóban ment ez a beszélgetés. Először azt mondták, hogy ebben a pillanatban a zongora tanszakon nincs pozíció nyitva, viszont lehet tanítani, hát ilyen alapvető alaposztályokat lehet tanítani, harmóniából vagy hallásfejlesztésből. Én meg akkor a 20-valahány éves fejemmel büszkén azt mondtam, hogy én zongorát szeretnék tanítani. Szóval hívjanak vissza, amikor van egy zongora. Az igen. Zongora állás. Ja, és hazajöttem, amikor a feleségem csodálkozott, hogy mi történt itt. De szerencsére ezt értékelték, mert ami az igaz is volt, hogy ez végül is egy elkötelezettség volt a részemről, hogy azt csináljam, amit szívesen jó és jó szakértelemmel tudnak csinálni. Úgyhogy egy évvel később fölhívtak ezzel, hogy most volt egy állás, ami feljött a zongora tanszakon, és akarok-e tanítani, hát persze örömmel elvállaltam abban a pillanatban. De gyakorlatilag, ahogy mondtam, ez nagyon-nagyon sok számított egy akadémiai, tehát hogy az iskolában, az egyetemen milyen szinten produkáltam, magna cum laude diplomát kaptam, és az, hogy nagyon aktívan bele vetettem magamat a jazz életbe, és megtaláltam a legcsomó kitűnő zenész, megtaláltam, akik örömmel játszottak velem. Szóval lehetett tűnni, hogy ez az ember ez nem ül a babérjain, hanem ez állandóan keresi az új lehetőségeket, és a Berklee mindig is egy ilyen hely volt, ami az új lehetőségeket próbálja találni az iskolának is, és szerették azokat az embereket, akik ugyanígy gondolkoznak a saját karrierjükről.
Szóval azt hiszem, ez mind beleszámított. Hol éltél akkor egyébként, amikor a kapcsolatépítéses időszakod volt? Akkor is Boston környékén? Hát akkor rohangáltam New York és Boston között sokat. Szóval Boston, mindig Bostonban éltünk, tudod, de nekem egy ideig volt New Yorkban is egy kis szobám, amit béreltem, és sok barátom is volt, mert állandóan jártam oda, úgyhogy azoknál is meg tudtam aludni. Hát ez nem volt mindig egy kitűnő jó alvás, tudod, volt, akinek három macskája volt, úgyhogy az éjszaka közepén arra ébredtél, hogy a macskák mászkálnak rajtad, de azért az meg volt, hogy az ingyen volt, szóval ingyen ágynak ne nézz a fogát, így van. Igaz? Így van. Szóval ez nem volt mondjuk olyan szempontból könnyű, de viszont mindenképpen, ahogy mondtam, én mindig is, hát ezt, aki még akkor ismer engem a régi időszakban Magyarországon, mindenki tudja, hogy én nagyon elkötelezett voltam a zenei kifele, a saját zenei kifejlődésem, és a zenével kapcsolatban, és jazzzel kapcsolatban általában. Nagyon-nagyon-nagyon komolyan vettem mindig ezt, ez egy komoly életút. Tehát nem csak szórakozni. szórakozásból kezdtem el zenélni, hanem tényleg azért, mert úgy éreztem, hogy ez egy nagyon fontos dolog a világon. Még valamit, amit akarok mondani ezzel kapcsolatban, hogy ami segített sokat abban, hogy megkaptam ezt a munkát, abban biztos vagyok, az, hogy volt egy matematika-fizika tanári diplomám, még az ötvösről, és az is, hogy az alatt a két év alatt, amikor már nem voltam diák a Berkeley-n, de még nem kaptam meg az állást, akkor én itt tanítottam különböző iskolákban, zeneiskolákban, és az egyik az egy tanárképző iskola volt. Tehát mondjuk csak pár órát tanítottam ezeken a helyeken, de onnan is nagyon jó ajánló leveleket kaptam. Szóval ezt már elfelejtettem. Ha már így erről az zenével kapcsolatos elkötelezettségről esett szó, légy szíves, meséld el, hogy hogyan kerültél olyan értelme kapcsolatban a zenével, hogy életcélnak választottad. Tehát nyilván gyerekkorban már azért el kellett kezdeni. A zongora az egy olyan hangszer, hogy nagyon hamar el kell kezdeni rajta tanulni. Hát bizony, bizony. Hogyha az ember jóra akarja játszani, akkor bizony jobb, ha a gyerek, pici gyerekkorában elkezdi. És nekem olyan szerencsém volt, hogy a minden ilyen szülői behatás nélkül csak vonzoltam a zongorához, és az is nagy szerencsé volt, hogy volt egy zongora a lakásban, mert az sem ugye mindenkinek adatik meg, úgyhogy azért nagyon hálás vagyok. Nem volt egy nagyon jó zongora, gyakorlatilag egy olyan zongora volt, ami egy Take Endre nevezető egyén épített, aki inkább bútorokat épített, szóval nem volt a legjobb zongora. Viszont egy dolog jó volt benne, hogy nagyon kemény volt a billentése, tudod? Tehát olyan szempontból egy kis gyereknek az mindjárt kifejleszti az izmokat. És vannak képek, ahol az egyiket rá is tettem az egyik lemezem borítójára, amikor 4 vagy 5 éves koromban ülök a mackómmal, aztán a játékmackómmal a zongorázok. Nem is emlékszem arra, hogy ez történt. Meg 2 éves koromban már ott vagyok a zongora körül, próbálom a pedálokat, meg a billentyűket. Szóval természetesen vonzódtam hozzá, és ahogy iskolába mentem, persze általános iskola, gimnázium, és a matematika egyetem utána, minden nap ez a része volt a napomnak, hogy improvizálok, komponálok, vagy megtanulok valamit, amit mások írtak. Szóval majdnem olyan, hogy vannak emberek, akik naplót írnak minden nap, én meg minden nap a zongora az része volt a napjaimnak, minden egyes napomnak. Szóval ez egy nagyon természetes dolog volt, igen, nekem. Van esetleg olyan tanár, akit így gyerekkorodból, fiatalkorodból kiemelnél? Biztos, hogy soha nem hallottál róla. Volt egy nagyon kedves, akkor ő már gyakorlatilag jazz zongora tanár volt, Fábián Jenőnek hívták, és ő kezdett el nekem jazz tanítani, mert azt hiszem 16-17 éves koromban, és olyan kedves ember volt, jó swingje volt, és szépen, tehát szép hangzást hozott ki a zongorából, úgyhogy mindenképpen az egyike annak, akiben ugyanazt láttam, azt a fajta szeretetét a zenének és jazznek a szeretetét, amit én éreztem. Aztán volt egy kompozíció tanárom a Zeneakadémiáról, akivel tanultam privát, és sajnos annak a nevét elfelejtettem, mert az csak egy évig tartott, de minden egyes szavára emlékszem. Szóval az iszonyú sokat segített nekem abba, hogy higgyek magamba, és higgyek a komponálási tehetségembe. És persze utána, amikor a konzira kerültem, akkor a
hát ott már gyakorlatilag mindenki, a Gonda János, a Szakcsi, aki mind a Vukán Gyuri nagy benyomást tett rám, és sokat segített. És ugyancsak volt egy afrikai zenéről szóló osztályunk, sajnos megint elfelejtettem a tanárnak a nevét, aki akkor tanította ezt az afrikai zenéről, és ő nagyon érdekes felvételeket hozott be afrikai kis falvakba, fölvették a folk énekeseket, és az is nagy hatással volt a zene, a jazz történet Friedrich Karcsival az is. Szóval gyakorlatilag ott már tényleg az volt, hogy úgy érezted, hogy lehet, hogy kis ország volt a Magyarország, és a jazz nem volt a legfontosabb dolog, még a zenei világában se, de az a kis közösség az igazán sokat tudott, és igazán szerette ezt a zenét. Egyébként hogyan fordultál a jazz felé? Mikor kezdett el egyáltalán ez a műfaj érdekelni? Hát ez érdekes, tudod, mert ez megint nem olyan volt, hogy sokszor, ez biztos nem biztos, hogy tudjátok, de néha lát ilyen rezüméket itt emberektől, a kortársaimtól, akik beleírják angolul azt, hogy they discovered jazz at a certain point, ami azt jelenti magyarul, hogy felfedezték igen. a jazz egy pillanat, mint ha annak szüksége lenne felfedezésre, tudod? De hát persze azt akarják mondani, hogy megtalálták saját maguknak. Én nem hiszem, hogy nekem ilyen volt, mert én már kicsi koromtól kezdve szerettem a blues-t, sőt, azt játszottam, ha improvizáltam. A progressive rock, tehát a King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, akkor a Deep Purple, Pink Floyd. Szóval ezek mind része voltak. Voltak barátaim, akiknek ezek a felvételek megvoltak, és játszották nekem állandóan, én is fölvettem tőlük, szóval nagyon érdekelt ez. Tehát gyakorlatilag megvolt már egyfajta út a jazzhez. És akkor olyan 16-17-es koromban megint találkoztam egy-két kedves fiatal zenész kollégával, akik később barátok lettek, és ők is mutattak nekem először Ramsey Lewis, Bill Evans, Miles Davis, Les McCann, aztán később az ember megtalálja John Coltrane-t, and Keith Jarrett, and everybody else, mindenki mást. Viszont az nagyon fontos volt, hogy ez mindig ilyen természetes kapcsolatok alapján született a zenével való folyamatos evolúció, és ez csak természetesen elvezetett a jazzhez. Úgyhogy nem is tudom hirtelen megmondani neked, hogy mi volt az a pillanat, amikor egyszer csak úgy éreztem, hogy most már nem egy olyan fiatal fiú vagyok, aki a rockzenéje érdekli csak, hanem aki igazán úgy döntött, hogy mélyen egy jazzzenész. Tehát az az, ami igazán érdekel. Nem tudom, ezek nehéz dolgok. De elmondani pontosan. Yeah. Jazz zongoristák közül kik voltak ugye az első kedvencek? Hogy hogyan alakult ez nálad? Hát ahogy mondtam, ez természetesen abból, hogy ezeket hallottam először. A Les McCann, a Bill Evans, Ramsey Lewis. De nagyon rövidesen meghallottam McCoy Tynert, Keith Jarrett és Dave Brubeck. Na most az azért érdekes a Dave Brubeck, mert végül is ez nagyon-nagyon közel állt hozzám a ritmus világa akkor, tehát ahogy az én tanultam Bartókot persze, meg klasszikus zenét, meg érdekelt a folk zene is, és az, hogy a 5/4-es ritmusa a Take 5-nak, az nekem nagyon könnyen ment, hál' Istennek. És az elég komoly lehetőségeket nyitott. Amikor azt meghallotta a Gonda János tanár úr a felvételin, akkor azt mondta, hogy nem hallott még így valakit 5/4-ben játszani, és utána játszottam egy saját kompozíciót. Tehát végül is az, hogy a Dave Brubeck zenét megtaláltam, az nagyon sokat segített nekem abban, hogy tovább mehettem a karrieremmel. És ami az érdekes dolog, ezt is elfejtettem, hogy utána, most nem tudom, hogy ezt láttad a honlapomon, hogy a Dave Brubeck később hallott engem játszani, igen, és igen. Azt mondta, hogy great pianist. Bizony. Szóval azért az nagyon nagy dolog, hogy az az ember, aki gyakorlatilag ennyit számított az elején a karrierednek zeneileg, és idol, idolizált az ember, az azt mondja, hogy great pianist. Bizony. Hát az sokat.
Említetted a jazz tanszakot, nem tudom, hogy már alatta is, vagy inkább utána, de hát te nagyon hamar bekerültél a magyar jazz élet krémjébe, a leges legjobb zenészekkel játszottál. Igen, erről, hát pár ez, ez nagy szerencse volt, igen. Hát nézd, ez, ez megint ugyanaz volt, hogy én ezt, ezt sokszor észrevettem, hogy a karrierem útján akárhova kerültem, az a, az a évfolyam, vagy az a közösség, aki ott volt, az bizony nagyon sokan sokra vitték belőle különböző irányzatokba. Tehát persze az ember mindig magának is ad egy kis kreditet ebbe, hogy valószínűleg én is része voltam ennek a fajta elkötelezettségnek, amely az emberekbe kialakult. De certainly én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy akkor voltam diák, amikor a Lakatos Tóni ott volt, a Binder Karcsi, hát én nem is tudom, nagyon sokan ott voltak, Gerendás Péter, akiből popzenész lett, és hát még a Dés Laci nem volt már akkor diák, de még akkor még ő is a környéken volt, a tanárok, akik ott voltak. Tehát kialakult egy zenei közösség, és elkezdtük, Dresmisi ott volt. Ezzel, hogy kialakult egy zenei közösség, azzal egymást húztuk fel zeneileg, de az is kialakult, hogy próbáljunk meg koncerteket szerezni, tudod? És akkor én alapítottam egy zenekart a saját nevem alatt, utána a Tóni úgy döntött, hogy alapítsunk egy közös zenekart Bacillus név alatt, és akkor elkezdtünk utána menni a koncerteknek, és azt tudom, hogy a Kőszeg Imre, aki később elhívott engem, az hallott engem egy ilyen koncerten, amit én magam a saját zenekaromnak kötöttem le valamilyen várnak, valamelyik kisebb város várudvarába játszottunk, és ott hallott engem, és az egyfajta lökést adott neki arra nézve, hogy elhívjon. És ez egy gyönyörű történet volt az is, mert gyakorlatilag az volt a végső koncertünk, az utolsó koncertünk a Konzin, és akkor befejeztem a játékomat, és akkor Imre odajött hozzám, és azt mondta, hogy te, én, meg a ti hozzál egy bőgőst, az Németországban megyünk 3 hét múlva turnézni. Szóval akkor persze az ember fiatal ezt azt mondja, hogy hát persze, ilyen megtörténhet, de azért ez igazán nagy dolog volt. De? És a Tibor Csandrás volt a bőgősöm, akkor őt mondtam, hogy vigyük a Tibort, rendben van, elindultunk, és akkor utána ment tovább ez a zenekar, nem is tudom hány évig, az Imrével különböző felállásba. És a Tónival is a Bacillus zenekar nagyon jól ment, az emberek szerették, mert meg volt bennük ez a fajta, hogy is mondjam neked, zeneileg, and művészetileg is ez egy nagyon komoly zenekar volt, de ugyanakkor meg mindannyian megpróbáltunk ezt olyan kitűnően játszani a hangszereinket, amennyire lehet. Szóval nem csak a művészet volt ott, de egyfajta éjség arra, hogy zenei tudásunk is, ez hangszeres tudásunk is ki legyen fejlesztő ezen a ponton. És a másik fontos ember, akivel játszottam sokat Magyarországon, és sokat tanultam ebből a szituációból, ez a Dezső Csaba volt, akivel volt egy kitűnő zenekarunk a Nagy Pecekkel és a Latman Bélával, és ő nagyon jó barát volt zeneileg és emberileg is, és nagyon sokat köszönhetek neki is. Szóval ezek mind olyan dolgok, hogy sok szerencse van benne, meg az is van benne, hogy ami Amerikában történt velem, hogyha hiszel a zenétben, és hiszel abban, amit hallasz, akkor megpróbálod eljuttatni az emberekhez. És az emberek között a híres zenészek is ott vannak, a közönség is ott van. Tehát megpróbálsz minden módon a zenédnek egy fórumot teremteni. És így hallott meg a Dave Brubeck is, csináltam egy lemezt egy énekesnővel, hírt Shelly Neal-lel, az a neve, és azt kapta meg, azt a CD-t, és meghallgatta a zenét, és utána írt egy gyönyörű levelet arra nézve, hogy milyen kitűnő volt a zene, és egy zongorista, what a great pianist. Szóval so, megvan írásba is, tudod? Uh-huh. Szóval ez nem volt egy ilyen odavetett dolog, amit mondod, hanem ez is azért van, mert mi történt, mert az énekesnő úgy döntött, hogy
az ő dobosa ismeri a Dave Brubecket, szóval elküldi a dobosán keresztül a Dave Brubecknek, hát kapunk egy szép méltatást. Ő se ült abban a bérjáért. Persze, és így is lett. Szóval ez a lényeg. Tanuld meg mindent, amit tudsz. Én nagyon komolyan kell venni a szakmai részét, és ott a művészeti részét, és higgyél abban, hogy erre szükség van, hogy ez a zene kikerüljön a világba. Mert hogyha te nem döntesz úgy, akkor arra várhatsz, hogy a világ úgy dönt neked, hogy felfedezzem, mert akit eddig felfedeztek, azt még mindig először önmagát fedezte fel. Azért az is hozzátartozik, hogy Amerikában ugye neked nagyon jó, hogy mondjam, elő életet tudtál magadról mutatni, hogy komoly versenyeken is nagyon jó helyezéseket értél el. Bizonyára. Ha mondanál. Na, hát erre szívesen, because erről is egy érdekes történet van, tudod. Akkor már megvolt a Berkeley állásom, akkor még csak, hát, most már 2006 óta teljes állású professzor vagyok, de végig kellett lépni a fokozatokon, tehát fölvettek 87-ben instruktornak, ami a legalacsonyabb fokozat. És természetesen akkor még nem voltam teljes állású, hanem csak egy óraadó. Viszont benn voltam már a Berkeley-n. Na most ez már ad neked egy rangot, és azzal persze vigyázni kell, hogy a Berkeley nevét jó fényben tüntest föl. Ennek ellenére találtam egy kis új cikket a Downbeat magazinban, hogy lesz egy zongoraverseny, úgy hívják, hogy Great American Jazz Piano Competition, tehát a nagy amerikai jazz zongoraverseny a floridai Jacksonville Jazz Festival keretén belül. És erre én beküldtem a trió felvételemet, ami már jött ki, annak idején már egy évvel később már kijött volna egy lemezen az Antillesen. Már megvolt a lemez a szerződés akkor. Szóval beküldtem két darabot erről, a Miroslav Vitus, Ian Froman, és akkor kaptam egy választ, hogy gratulálunk, benne van a végső hat emberbe, akik majd élőben fognak egymás ellen versenyezni, hogy eldöntsük, hogy ki lesz az első helyezett. Tehát végül is az a felvétel, az független attól, hogy ez egy nem volt szabad odaírni, hogy ki játszik rajta, tehát arról nem volt szó, hogy tudták, hogy ha csak nem ismerték fel a Miroslavot, nem tudták, hogy rajta van. Viszont ezzel bekerülsz az utolsó hatba, és azok közül lesz a végzősök közül, vagy a finalist, ahogy itt hívjuk őket, abból lesz a verseny nyertese. És akkor élőbe kellett játszani egy bögőssel, meg egy dobossal, akit a fesztivál adott. És a George Wynn volt a vezetője a jurynek, aki a Newport Jazz Festivalnak az alapítója, szóval ez egy fantasztikus impresszárió. Egy African-American, tehát egy fekete amerikai zongorista, Henry Butler. Akkor volt egy akadémik a Florida University-ről, egy saxofon player, ami ilyen hatalmas saxofon dolog, nagyon jó bebop player. Volt egy record executive, a Vicky Schultz, aki az MCA rekordnak volt, azt hiszem az A&R personje, tehát a talent, tehát a tehetségkutatója. És még lehet, hogy volt valaki más, ezekre emlékszem. És akkor ezek előtt föl kellett menni, filmezték, és játszani kellett. És hát ez lehozta a házat, ahogy játszottam. Tudod? És mindjárt jó érzésem volt erről, de lehetett azért egy kicsi problémád a két dologból. Az egyik az, hogy mégiscsak egy amerikai verseny, kijöttél a ismeretlenségből, ez mint egy magyar zongorista, aki már bizony 27 éves volt. És attól lehetett félni, hogy mindig azért a zene bizniszben az számít, hogy az ember nagyon fiatal legyen, ami nem mindig válik be, tudod, mert nem minden fiatal csoda gyerekből lesz csoda zenész, tudod, de az lehetett volna egy gond. És összeálltak, és utána ezt el is mondták nekem, hogy ezt meg is végig gondolták, hogy ez a fiatal ember már 27 éves, de bizony soha annyival jobb volt az összes többinél, akik között volt 25-22, whatever, hogy ennek ellenére őt fogjuk választani, because
de ez zeneileg ez a jó döntés. Úgyhogy ez történt, és akkor ez a tehát a verseny maga az kb. 10 000 ember előtt játszódott. Tehát ez gyakorlatilag egy esemény volt ezen a fesztiválon, ami ott ült a jury a színpadon, és játszottunk 10 000 emberek, és abban a pillanatban, hogy ezt megnyertem, abban a pillanatban 110 000 embernek játszottam másnap. Az volt a része az első díjnak. És ebben azt kell tudni, tudod, hogy sokféle díjat lehet nyerni az ilyen helyeken, de az a baj, hogy ha nem első vagy, akkor ez nem sokat számít. Mert ez Amerika, as you know. Tehát Amerikában you are either number one or you are the other people. Tehát vagy első vagy, vagy elfelejtik, hogy ott voltál. Tehát az a fajta pressure, az a fajta tudat, az megvolt, hogy bizonyít, ezt meg kell nyerni, mert egyébként nem fog ez nagyon jó kijönni, hogy a Berkeley professzor oda ment és nem nyerte meg. De hát megpróbáltam, ez sikerült. És utána meg is hívtak jury tagnak 96-ban. Ezt 87-ben nyertem, be 96-ban John Brackennel, Cedar Walton-nal, de nem emlékszem, hogy már ki más volt ott, meghívtak jury tagnak. Szóval azért az is egy nagy megtiszteltetés volt, hogy kapcsolatot tartottak. Most egy picit rátérve jelenre, ki kell dolgozol, milyen terveid vannak? Hát ez most nekem érdekes irányba megy, mert gyakorlatilag 3 irányba megy egyszerre. De általában fókuszálok egy zenekaron, és ez az utóbbi 20 évben a Trion volt a Joran Israellel, aki a Sonny Rollins-szal játszott, a Matt Jamal-lal, szóval egy fantasztikus rezüméje van, kitűnő dobos. And John Lockwood bőgős, aki a Freddie Hubbard-dal játszott sokat, a Joe Henderson-nal. És nekünk nagyon jól összeszokott triónk van, és sok zenét írtam erre a trióra, azt hiszem 5 vagy 6 lemezt így fölvettünk ezzel a zenekarra. De ugyanakkor elkezdtem megint érdeklődni a szólózongora dolgokkal kapcsolatban. Csináltam egy lemezt 93-ban, azzal kaptam a Sunnyside lemez ajánlatomat, ami a második lemeztársaság volt az életemben, itt Amerikában. Úgyhogy most megint csináltam 2 szóló lemezt, vannak rajta improvizált, teljesen improvizált darabok is, amit úgy érzem, hogy nem sokan tudnak megcsinálni még itt se Amerikában, hogy teljesen improvizált komplet kompozíciókat kreálnak. Az egyik ezek közé egy élő lemez. Szóval ez egy másik. And a harmadik pedig, amit nagyon-nagyon szeretek, az egy sextet. Na most a sextethez olyan összeállítást csináltam, ami nem nagyon gyakran történik meg. 3 tenor szaxofonos. Tehát sem trombita, sem trombón, 3 tenor szaxofonos. Tehát gyakorlatilag az volt az elgondolás, hogy mindegyiknek nagyon meghatározó stílusa van, és nagyon szeretem őket, ahogy játszanak. Tehát mindenkinek fogok írni olyan dolgokat, ami a saját magukat örömmel megtalálják, és ebből egyfajta beszélgetés lesz. Na most ez a 3 szaxofonos a Bill Pierce, aki az Art Blakey Jazz Messenger volt annak idején, amikor a Wynton Marsalis is ebben a zenekarban volt, az Art Blakey Jazz Messengerben. A Don Braden, aki a Wynton Marsalis-szal játszott sokat, a Harvardon tanult érdekes módon, és ezután kialakított egy nagyon komoly karriert, Harvardnak a jazz zenekarát is ő vezeti. És a Stan Strickland, aki egy bostoni legenda, legalább 6 vagy 7 hangszeren játszik és énekel, de ezen a felvételen nagy részt tenor szaxofont játszott, és egy kis bass klarinetet, tehát a basszus klarinétot. Ezt a zenekart összehoztam, megírtam rá a zenét, és csináltunk egy koncertet a Berkeley Performance Centerbe, és éreztem, hogy ez jó lesz, úgyhogy megbeszéltem a stúdióval, hogy vegyék föl, mert a Berkeley Performance Center alatt van egy professzionális stúdió, ahol multitrack, tehát több sávon fel tudják venni a koncertet. És abból persze videó is van. Úgyhogy megcsináltuk ezt a koncertet, szépen begyakoroltuk az arrangementjeimet, ezt egész nyáron azelőtt tesztírtam, ez 2015-ben volt, 2014-ben volt, 15-ben jött ki. És utána fölmentünk a színpadra, elkezdtünk játszani, de ez egy fantasztikus
koncert volt, és hál' Istennek meg volt jó hangminőségbe fölvéve. Úgyhogy ebből lett a sextet. Úgyhogy azokkal elkezdtünk játszani mindenfele, és továbbra is benne van a gondolataim között, hogy megint írok a sextetnek új zenét, mert ez egy fantasztikus élmény, tudod, nem csak nekünk, zenészeknek ez a fajta interaction, tehát ahogy egymással hat ember el tudja játszani. Különösen azért, mert a trió már nagyon össze van szokva 20 év játék után. Meg az is, hogy a közönségnek is egy fantasztikus élmény, tudod, hogy ezek a emberek, akiket ők, kitűnő zenészek, akiket mindig egy saját formációjukban, vagy az Art Blakey-vel, vagy a Dan Braden-nek a saját zenekarával, hallották a Stan Strickland a saját dolgaival, hogy olyan kohézióval összejöttek az én zenémen belül, hogy egy igazi beszélgetés alakult ki ebbe a zenekarba. Úgyhogy ezt nagyon szeretik az emberek, ez mindig az egyik alapja a jazznek, amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek, mondjuk összehasonlítva a klasszikus zenéhez, hogy meg kell tudnod írni a zenét úgy, hogy világosan adjál egyfajta keretet az egésznek, fontosan megírod a basszus dolgokat, a szaxofon dolgokat, elmagyarázod a dobosnak, hogy mit akarsz. De végül is, hogyha jó zenészeket szerzel, akkor mindig vannak olyan pillanatok a koncert alatt, amit senki soha nem gondolt volna, hogy ez így fog történni. És egyébként ez is oda vezetett, hogy ebből ezt a Boston Globe, amit a nagy Bostoni Paper az egyik legjobb lemeznek találta, a jazz lemeznek abban az évben, a 10 legjobb lemez közül ez volt az egyik. A Downbeat, ez egy editor's pick volt, annak a 4 csillagos review-t adtak rá. Szóval tényleg ugyanezt érezték az emberek, hogy majdnem, hogy ezen a ponton ez egy elveszőben levő művészet, hogy modern zene ilyen kreatívan legyen játszva, és tudod, nagyon sok jazz most már abban az irányba megy, hogy mindent beállítanak, vagy semmit nem állítanak be. És mind a két esetben történhetnek problémák, mert ha mindenben van állítva, akkor mindenki elalhat a koncert alatt, ha meg semmi nincs beállítva, akkor meg mindenki fogja a fülét esetleg, hogy valami baj van itt. So ez a fajta dolog is érdekel engem. Szóval ez a három dolog. Na persze, hogy hozzájött ez a járvány, hát ez komplikálja a dolgokat, mert én nem szeretek ilyen Facebook live koncerteket adni, mert a hangminőség az rettenetes. Úgyhogy én improvizálok, vagy komponálok, most inkább improvizálok otthon, fölveszem, és akkor a Facebook fennyeimnek lejátszom, mert 12 000 fölött van ott, azon a Facebook oldalamon, és reagálnak rá, és persze abba bízom, hogy ez előbb-utóbb azért meg lesz egy kicsit regulázva ez a járvány, és akkor tervezünk egy felvételt egy New York-i zenekarra, valamikor ősszel, meg hát szeretném a koncertjeimet visszakapni, ugye bár, mert egyelőre áttették őket bizonyos tentatíva, hogy hívjuk őket dátumokra, tehát olyan dátumokra, hogy azt tartják, de ha megváltozik a szituáció a járvánnyal, akkor megint át kell tenni valahol máshol. Ami meglátjuk, ez nem könnyű, nem. Ami most van. Hát gondolom, hogy sehol persze, a világon. Yeah. Hát nagyon sok sikert kívánok mindenhez, ami majd ezután jön, és gratulálok ahhoz a rengeteg dologhoz, amit már eddig sikerült elérni, és nagyon szépen köszönöm, hogy most beszélgethettünk itt a Jazz Testben. Nagyon köszönöm én is, Laci. Kellemes volt beszélgetni veled. Köszönöm.